Mindenki táncolt a Táncvilágnapja alkalmából Csíkszeredában. A Csíki Játékszín és a TLT Artlife Egyesület által szervezett megmozdulás iránti hatalmas érdeklődés is bebizonyította, az emberek nagyon vágynak a közösségi rendezvényekre. Utána fordulunk egy negyedet, itt táncoljuk, aztán még egy negyed. A népszerű Jeruzsálema dallamára kialakult sortánc alaplépéseinek ismertetésével kezdődött a Csíki Játékszín előtti téren zajló villámcsődület. Az előre kijelölt tér kicsinek bizonyult, gyermekek, szüleik, kicsik és nagyok egyaránt igyekeztek megjegyezni a lépéseket, együtt táncolni a rövid sorozatot. Mindig zseniális igazából, amikor együtt táncolhatunk a gyerekekkel, meg a tömeggel. Egy ilyenfajta megmozdulás, flashmob, hihetetlen közösségi élmény nyújt igazából. Úgyhogy nagyon meg vagyok elégedve, igazából a létszámmal is, ha mondhatom ezt. Zseniális élmény együtt táncolni. Az éppen bemutató után levő Hargita Néptánc együttes tagjai is csatlakoztak a közös tánchoz. A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes ma este egy néptánc előadást tartott, mert számunkra a Táncvilágnapja a magyar néptáncról is szól. De most itt vagyunk a Táncvilágnap mindenféle más műfajában veszünk részt, és alapvetően a tánc élmény. A flashmob második részében a Just Dance nevű társasjáték mintája alapján táncolt együtt a sok résztvevő. A tánc világnapját 1982 óta világszerte április 29-én ünnepelik közös tánccal vagy más típusú tánchoz kapcsolódó rendezvénnyel.